Halisztok, zsíros deszka vagyok, és mivel, hogy Japánban vagyunk, mivel, hogy a kultúráról beszélgetünk néha, így aztán kimaradt eddig egy valami, ami, vagyis hát a múltkori videómba beraktam, ahol a rizsről beszéltem, mert ugye ez a rizsből készül, akárhogy is nézzük a dolgot, de egy igencsak húzós tradícióról beszélünk. most azért nem szívesen készítek alkoholról videókat, mivel hogy a Youtube kimosta az agyamat. És én úgy döntöttem, hogy nem nagyon fogom hagyni. Van egy pár dolog, ami nekem itt nagyon nem tetszik. A YouTube olyan uh, törvényeket hoz, ami igazándiból nem törvénybe ütköző, de valahogy az ember mégis úgy néz, úgy érzi, amikor felrakról a videót, mint hogyha valami kriminális uh, cselekedetet követne el. És itt a szakével is ugyanez a helyzet. Van egy pár dolog még, amit, amit, hogyha, amiről beszélsz, vagy hogyha amit feltöltesz videót, az alá nem is rakhatsz be reklámot, mint a szaké alá úgyhogy e videó, ez teljesen ingyen lesz. Na, de ez egy nagyon-nagyon fontos videó, mivel hogy egy 2000 éves tradícióról beszélünk, annyi körülbelül vagy, vagy több ideje gyártják ugye a japánok a szakét, és először is, még mielőtt beleugrunk abba, hogy melyik az, amelyik jó szak és melyik, ami nem, a videó ötlete egyébként onnan érkezik, hogy nemrég beszéltem az egyik jó spanommal, és rákérdezett, hogy milyen szakét vegyem mégis, hogyha ide jön Japánba, mik azok, amik, amik úgy iható, és azt mondom, ez egy jó téma, ténylegesen, mert... Az ember, hogyha csak úgy beugrik valahova, majd minél erre is kitérek, akkor az nem biztos, hogy jó útra vezet. De először is nézzük meg, hogy mi is ez a szaké, mert nagyon sokan szerintem tévúton is járnak ezzel a, a fogalommal kapcsolatban. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy pálinka, hogy ez a japán pálinka, holott nem, ez bor. Tehát ez japán bor, nem pálinka. Nem lett lefőzve, ez úgy, ahogy van, rizsből van, erjesztve nem teljesen ugyanazzal a lefolyással, mint ahogy a borok készülnek, de nagyon-nagyon hasonló. A különbség, a nagy különbség ugye annyi, hogy a borokat szőlőből készítik, ez pedig rizsből. Na most a szakének különböző variációi vannak, de ez most olyan, olyan színes a paletta, hogy valami brutális. Az ember azt hinné, hogy, hogy, hogy igen, hogy hát, de hát ez hasonló, mint a bor. A bornak nézzétek meg, hogy mennyiféle variációja van, már úgy ízvilágban, kinézetre is, minőségre is, árkategóriában is, tehát ugyanez a helyzet. Vannak olyan szakék, amiket úgymond silány módon összedobnak, én nem is nagyon nevezném azokat szakénak, tehát beugrasz például egy ezekbe a kis-kis kis szupermarketek, nem, nem tudom, kombinének hívjuk itt uh, Japánban, de én azért nem szeretem így a videók alatt ezt kimondani, mivel hogy mindenki a kombinére gondol ugye egybe, de egyszer így hívják, convenience store, vagy valami ilyesmi. Convenience, ez olyan oroszosan hangzik nekem, nagyon szar a kiejtésem, ezt remélem, hogy megbocsátjátok. Tehát vágjátok, miről van szó, szóval vannak ezek a kis 24 órán keresztül nyitva tartó kis útszéli üzletkék, ahol mindenféle süttyi-süttyi gyors cuccot megkapsz, mint bentót, meg kis onyigiri. Ja, csak olyan gyorsan bekapom és megyek tovább. És ott is árulnak szakéket, de ott nem fogsz soha találni jó minőségű szakét. Legalábbis én még nem találkoztam ezekben az üzletekben jó minőségű szakével. Tehát, ténylegesen, a, hogyha a borokkal szeretném összehasonlítani, akkor úgy nagyjából a kannás bornak a színvonalát, hogyha ütik. Onnan is hiszek az emberek, nincs vele semmi gond, de én azt nem nevezném egy olyan. Ö bevállalós kísérletnek, hogyha valaki ide jön Japánba turistaként, és valószínűleg hogy egyszer az életébe, vagy kétszer, vagy háromszor, tehát nem sok alkalommal, akkor az tegyen ki az asztalra annyi pénzt, hogy minőségi dolgokat vagy, és nem csak szakéből, hanem ugyanezt tudom javasolni szusiból. Tehát bemész egy ilyen forgó, tálas, csenten sushi üzletbe, én nem járok és nem azért, mert felvágós vagyok, majd zsíros megint elkezdi. Make it rain, make it rain. Nem ezért. Hanem én úgy vagyok alá, hogyha susit szeretnék enni, tehát akkor ne, ne szart tegyek, hanem sushi tegyek. nem korona. De az is lehetne. Tehát, hogyha vágjátok, miről van szó, szóval ez valami hasonló, mint hogy, de szerintem értitek, nem kell ezt túragoznom. Tehát, hogyha susit szeretnék enni, akkor egy sushi legalább kerüljön, és ez az árától függ, bizony-bizony, ez így van, a minőséget meg kell fizetni. Nem fogsz soha kapni száz ilyenért ilyen minőségű susit, mert lehetetlen egyszerűen, mert, mert az alapanyag többe került. De viszont, hogyha kipakolsz az asztalra egy sushiért 3-400 akkor már azt mondhatod, hogy aha, hogy tudod, hogy mit ettél. Ugyanez a helyzet a szakéknál is. Ugyanez a helyzet a bornál is, igazándiból. Tehát, ja, elvárnád azt, hogy 500 forintért egy 5 literes kannába telepakolják neked tokai a szóval Ja, oké, okay, el lehet várni, azt én vágom, hogy várni el lehet, bármit. De ez meg fog történni valaha az életben? Nem valószínű. Nos, tehát ez, 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 a két szaké, ez mind a kettő a jó minőségű kategóriába tartozik. Ez az igen csak jó minőségű kategóriába tartozik, de ez nem azt jelenti, tehát itt, 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 ezért szeretném bemutatni őket, mivel hogy ez nem azt jelenti korán sem, hogy ez ízleni fog neked. Én ittam egyébként már milliós bort is, megint felvág a zsíros, flexeljünk. Persze mondani bárki mondhat bármit. De nem, valóban az egyik ismerősöm meg kínált egy kis borra, nem ittam belőle sokat, hanem tényleg csak egy, egy, egy kóstolás, hogy mert tudom, hogy a, egyébként a, a faterja nagy boros, és neki van egy külön, egy kis szobája, egy boros szoba. Orvos egyébként, tehát megteheti. És igen, vannak milliós borai, és ugyanazon a hőmérsékleten tartva, mit tudom én, ki van világítva, itt van olyan pöpet az biztos. És mondtam a haveromnak, hogy passzoljál már ki elém egy picit, csak egy picit. Hogy, 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 hogy tudjam azt, hogy, 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 milyen, mit hagyok ki az életembe. És <coughs> mondtam neki, hogy kár volt belém. Tehát amit megétem, azt a pár kortyot, az nem tudom, több százezer volt de kár volt belém. Mert én, én igazán nem tudtam értékelni azt a... Azt, az, nem tudom, hogy az ízvilága miatt ennyibe került. Tehát azt vágom én, hogy minél öregebb, többi, De valahogy nekem nem jött át. Sokkal finomabb borokat ittam már úgy a hány ilyenes kategóriában, 5-6 ezres kategóriában. Tehát eh, egyszerűen nem jött át. Van ez így. Na most ugyanez a helyzet ezekkel is. És nem biztos, hogy ízleni fog. Tehát itt is, itt megvan az, hogy hogy, 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 hogy a, a, a saját száj ízednek igazándiból mi az, ami megfelelés mi az, ami nem lehet teljesen mindegy, hogy melyik drága, lehet a legdrágább szake is. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki hagyat fogja velő vágni tőle magát, és csúj aranyapám, hát ez már igen. Na most a szakéből is ugyanúgy vannak édesek, és úgymond karály. Legyen száraz, igazándiból a karály az erős, de ja, gondolom, hogy szárazra tudom most lefordítani. Tehát ugyanúgy édes és száraz, és van a középút, van ami egy kicsit itt a kettő között, van ami ott egy kicsit a kettő között, vannak eh, aminek gyümölcsösebb aromája van, stb. Tehát nagyon sokféle variáció van, ezt az ember. Igazán, a végig kell, hogy kosszolgassa az összeset ahhoz, hogy megállapítsa, hogy oké, okay, nekem ebből ez tetszik. Aztán azt is észrevettem, hogy hangulattól, naptól függően van, amikor ez nagyon tetszik, van, amikor nem annyira, stb. Mint egy masszív alkoholista, minden nap. Nem, nem vagyok alkoholista, csak ki kell, hogy próbáljam minden nap, hogy most milyen az íze, Vágjátok! Na! De lényeg, mi lényeg, hogy ez a kettő jó minőségű, ez drágább, ez majdnem tízezer ilyen, ez a fele annyiba kerül, és nagyjából leírom, hogy de, de hogy lehet egy ízt leírni, de mindegy, azért leírom nektek. Itt van, így néz ki, szenssinnek hívják egyébként. Ennek is, tehát ugye szenssinnek is vannak különböző variációi, van egy alap, egy e, drágább és a legdrágább, ez a legdrágább variációja. Ma vettem direkt kíváncsiságból, hogy tudjam azt, hogy e... elnézést kérek, nem fogjuk kivágni. Tudjam azt, hogy ezentúl erre fog rámenni az összes gatyám, vagy pedig... E megmaradhatok a fele olyan drága kis jószágnál. Ezt is egyébként nem vettem, ez a második üveg, amit kibontottam belőle. Ez úgy nekem tetszik is. Noguchi Naohiko. Ezt így hívják, ezt most olvasnom kellett. Nem tudom megjegyezni a neveket. Egyelőre még, ja, vettem egy pár napja. Így néz ki, nagyon jól néz ki. Úgy begülügülüzik az embernek a szemetőle. Na, és tehát ennyi, amit, amiket tudni kell róla. Ezen felül vannak olyan szakék, amiből az alkolt erősebben érzed, valami úgy, 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 jobban karcol, valaminek úgy bepancsol az íze, van egy kicsit olyan kesernyés, és van egy ilyen egyénisége. Ez egyébként nekem nagyon-nagyon bejön. Tehát ezt, 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 nagyon csippantom. Ennek van egy egyénisége, egy külön karakter, egy olyan karaktere van, ami hogy, hogy úgy, úgy, ja, egy, egy, egy ízbomba. Ez viszont annak ellenére, hogy dupla annyiba kerül, ez olyan picit unalmas nekem. Vágom, teljesen vágom, hogy a minőséget, stb. Tehát azt érzem, nem vagyok hülye. Viszont az, hogy, hogy, hogy melyik élvezhetőbb, egyértelműen ez. Na mindegy, megpróbálom le, nektek leírni. Kis kóstoló, nélkül a videó nem maradhat el legyen ennyi a jóságosból. Már megkóstoltam egyébként, mielőtt a videót elkezdtem, úgyhogy nem, nem fogjuk túlzásba vinni a dolgokat. Illatra kiváló. Legtöbb, több, mint kiváló. Szuper jó. Na most ezt úgy képzeljétek el, aki még egyáltalán nem jót szakét, hogy ja, az alkoholtartalma nagyjából 15 körül szokott lenni, 15 és 17 között. És a jó minőségű szakék, ja, annyit még nem tettem hozzá, hogy főleg télen egyébként fel is szokták melegíteni a szakéket. Tehát, ja, csak az ember olyan, mint a forralt bor például. Csak ezt nem főzik, többi, hanem úgy, ahogy van, megmarad benne az alkohol. Általában egy edénybe szokták megmelegíteni a vizet, és abba helyezik be egy kis edénykébe, vagyis hát egy ilyen kis, kis tartókába a szakét önmagát. És nem szabad túl melegíteni, egyik azt gondolom, én, hogy elillan az alkohol, a másik pedig, hogy az ízét is, ugye. Gondolom, változtatja. Én nem szeretem a meleg szakéket, úgyhogy ehhez nagyon nem tudok hozzászólni, de tudom, hogy így is sokan isszák, főleg télen. Nos, én hidegen szeretem lehűtve, és a jó szakéket azt nem szokták melegítgetni. Tehát illatra kapásból, amikor, amikor a rist főzöd, utána ami. Tehát, oké, így a szakéval, tehát a. a Ja, ez, oké, okay, még, azt is elfelejtettem mondani, hogy én így szakének mondom egyébként. Tehát a saké önmagában japánul, ez nem ezt jelenti, ez nyihonsű egyébként. Tehát a saké az úgy alapjáraton alkohol. Beleérte mindent. A viszkitől kezdve a sörig mindent szakének hívunk. Ez viszont nyihonsű, tehát a, a rizsbor. Nyihon, japán, sű, sisű, sosű császú. Vagy valami ilyesmi. Megtanultátok. Tehát nyihonsűnek hívják a, a japán borokat. Na, az alkohol és a rizsnek az illatát kristálytisztán lehet érezni. És, és ezt egy nagyon, nagyon jó minőségű, még hogy mitől változik a minőség egyébként, alapjáraton ugye a rizs az barna. Tehát azt meg kell pucolni, úgymond. És nagyon sokat változtat az ízén az, hogy mennyit pucolnak le a külső rétegéből. Van amelyiknél, a gyengébb minőségűeknél, ugye 10%-ot, 20%. A jobb minőségűeknek még elmennek 50%-ig megélnek. Tehát a rizsnek a felét lehámozzák, hogy úgy mondjam. És az ad egy ilyen nagyon kellemes aromát. Ami valóban így van, de ezen felül még nagyon sok minden van, tehát összekeverik kódzsirizssel, élesztővel, stb. és az ottani folyamatokban már abszolút nem vagyok jártas, de nagyon nagy titkok vannak, különböző, tehát ezt mesterek készítik. Na mindegy, térjünk vissza. A tisztaság, tehát én nekem valahogy, hogyha le tudom írni a tiszta, a, 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 harmatos levegő bekeverve egy kis alkoholillattal és, és rizs illatával. Tehát nem, 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 az a nem igazán az a kimondott alkohol, hanem az a, az a, egy kellemes illata van. De most ennél az a helyzet, hogy nagyon könnyen iható, tehát majdnem, hogy mint a vizet meg tudnám inni. És ezt gondolom én -e, hogy a, a, a minőségén is múlik. De pontosan ettől, mert nagyon-nagyon könnyen iható, nekem valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle egy kis kaparás, egy kis uh, utóíznek jön egy nagyon kellemes aroma, megint csak a, a, a rizs vissza, visszafütyül, vagy valami ilyesmi. Igen. Lágy, harmatos, simogató, egy, 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 egy kiváló minőség kétségen kívül, és egy picit uncsi nekem, pont ezért. Lehet, hogy, lehet, hogy valami olyasmi, mint a. Én nem tudom. Mint a nagyon tökéletes dolgok. Picit unalmasak, nem? Valahogy, hogy, ja. nem, 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 nem tudom. Kis. Hiányzik belőle a, 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 szemtelenség valahol nekem, hogyha értitek, hogy mire, mire, gondolok. De hogy oké, okay. le a kalappa a készítők előtt, azt tuti. Ennyit erre. Nézzük meg a, a becsavarodott for variációt. Ez a második üveg, amit kivondottam, még egyszer elmondom, úgyhogy tudom, hogy miről van szó. De megpróbálom nektek leírni. És így, hogy ne keverjük be a másikkal, így ki kell öblíteni a poharat. És most... Egész, egészen jó kezd hatni. Nem ez, amit most megittem, hanem már amit az előtte megittem. Na! Az illatra egyébként ezt sem lehet azt mondani, hogy... Oh! Ugyanaz a, ugyanaz a szituáció, még egyszer ez is olyan 5000 ilyen körül van, tehát háromszor az 15000 forint körül, tehát nem egy kannásbor minőségről van szó. Gyönyörű szép, gyönyörű szép lágy illata van. A rizs ugyanaz majdnem, mint ez. Tehát nagyon-nagyon szép. Viszont az íze az teljesen más. Hmm. Hú, uh. Na ez az, ami, ez az, ami engem megfog. Van, van, benne egy ilyen, van benne egy szemtelenség, egy ilyen pimasság, ami, 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 érdekessé teszi. Tehát van... Leírom, várjatok. Gyönyörű. <laughs> mint, 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 mint egy Kezdődik azzal, hogy begurítja be, be, be az ember a szájába, ugye? És egyből jön az ész, tehát az a pum, az a, az a, az a, az a becsapott valami. És egy kicsit, kicsit az a, talán savanyú, kicsit az a, az a de tiszta, tisz, tisztat, tehát érezni a minőséget, érezni a minőséget száz százalékban a rizs, bum! A rizsnek az ézen brutálisan jön és egy kicsit olyan savanyú, egy picit olyan szemtelen, olyan, olyan, ah És amikor legurul a torkon, kicsit megkaparja a torkot, de nem, nem az, hogy megkarcolja, tehát nem, nem igazán nem az alkohol kaparja a torkot, hanem az a fűszeres, az a, az a, ú, hogy, hogy, igen, hogy valami ittá hogy az a az a testes, inkább azt mondom, hogy olyan, olyan tömény, testes, hogy, én egyébként ízekben azt szeretem, tehát én nem szeretem az ilyen kajákban is ugyanez a helyzet. Hogyha most, hogyha picit, picit belemegyünk egy kajákba, hogy értsétek, miről van szó, egy túrós tészta, boom rá, egy jó sok a tetejére ugye a, a, a bacon, elfelejtettem, a szalonna, ugye a sült szalonna, és még rá egy jó marék adag jó minőségű só, Tehát, hogy az, na, jöjjön az íz, valami ilyesmi. Tehát itt is ugyanez a helyzet, hogy. Ja, nem szeretem, hogyha ilyen. ilyen nyimli nyálmilyen ilyen, van íze, vagy nincs íze, vagy mi van. Lehet, hogy az én nyelvemmel van vaj, tehát ezt ez, 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 ez sem tudhatom, ugyebár. Ugyanez a helyzet például bármi mással, levesekkel, stb., hogy jöjjön az a ez a, ez, ez szeretem a csípőseket, tehát a, 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 kicsit csípős kajákat is. De úgy, hogy az, az a keményebb ízeket szeretem. Tehát, hogy úgy bum, van valami íze. Mint a paradicsomunknak például. Csúj, de szeretem. Na, és igen, és ennek van. Tehát ennek van az a... Az, a, az a, mm, ez, ez valami brutális. Ezt, aki összehozta, emelem előtte, az tuti biztos vagyok benne. <síns> oh. És rászívsz egy levegőt, és amikor kifújod, akkor a, a... ugye akkor viszont már csak a rézsnek a, az aromája így vissza, vissza lehel igazándiból. Fantasztikus. Tehát ez, ez, ez... Nem reklámozni szeretném. Ha valaki nem szeretne mellé nyúlni, és még egyszer mondom, hogy ez ízvilágtól változik. Megnéztem a review-ket egyébként az interneten, és ennek olyan review vannak, hogy bum a fejbe. Ez egyébként egy... Önmagában egy, egy azt mondják, hogy egy lélek tisztító is úgy alapjáraton. De jó, megnéztem a, a review-t róla, és... Nem, 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 nem tudom. Tehát a, amiket, amiket mondanak róla, nekem teljesen más jött át. Vágom, nagyjából oké, hogy ez a tisztaság, és a valóban. De inkább én oda pöttyenteném hozzá, hogy egy picit olyan unalmas, egy picit olyan lágy, tehát az a lágyabb fajta de meg fogom inni minden gond nélkül, emiatt senki ne aggódjon, viszont ez a, ez a figuratív csillagszóró, ez valami, hát ez elképesztő nekem. Tehát, hogyha valaki jön Japánba véletlenül, és nem szeretne mellé nyúlni, és még egyszer mondom, szereti a, a az olyan ízeket, hogy a ah, Nagyjából mint, nem tudom mihez hasonlít, ezt meg kell kóstolni ahhoz, ezt, ezt úgy is tudjátok, ez olyan, mint egy parfümöt leírni így interneten keresztül, hogy milyen illata van. Le lehet, nem azt mondom, hogy nem lehet, egy nagyjából elképzelés lehet, de hogy valójában meg tudod, hogy miről is van szó, ahhoz meg kell szabolnod. Ugyanez a helyzet, nagyjából így le tudom írni, tehát eh, inkább a szárazabb oldalon van, a száraz ütős ízű, pikáns, játékos ízvilágnak a, a, tulajdonosa lehet az, aki megkóstolja ezt. Egy, egy gyönyör. Ezt, ez, ténylegesen, ez az ízvilág egy, egy gyönyörűség. Fantasztiko! vagy valami ilyesmi. És van egy ilyen csavarás is benne, egy kis Egy kis ilyen savanyú, ez, ez valami, ez professzionálito Miért kezdek el ilyen olaszosan beszélni, fogalmam nincs, de Ez nekem, ja Én erre azt mondom, hogy oké okay. Ja egyébként Nézzétek meg, beraktam oda egy ilyen kék Kék csövet Az vagy nem fog úgy maradni Most rendeltem a, az Amazonról, izét, ilyen LED-t, LED szallagot, úgyhogy szerintem az a, az, az oszlopot végig megy LED-vel, kékkel. És még szerintem ide is ugye a falra majd így kifigurálom, hogy hogyan. Lehet, hogy nem viszem túlzásokba. Az is lehet, hogy itt a föntire, tehát itt a fönti falat végig passzolom, vagy az is lehet, hogy az asztalt, és ott majd kifigurálom. De ilyen két oldalú tapadós, úgyhogy ahova oda tettem, az ott marad, úgyhogy nagyon figurálni nem tudok, de szerintem Ja, az, a, az, a, az az egy osztop az végig megy. Aztán szerintem ennek a, az asztalnak a háta mögé fölrakok, és akkor ugye a falat majd megvilágítja, vagy valami ilyesmi elképzelés. Vagy az is lehet, hogy ide alóra is. Majd kitalálom. Holnap után jön. Csúly, de jó lesz. Na, és a végén így az íz bemutató végén. Remélem, hogy nem volt túl unalmas. Tudom, hogy nagyon elnyújtottam a videót, nagyon unalmasak a videóim, de ez van, skacok. És így a végére gyönyörű. A ti egészségetekre fogok most inni egyet. És figyeljétek a mozdulatokat, figyeljétek. Mondtam, hogy nem lesz be passzós live. Na, és csak azért, mert, mert, mert nézitek a videóimat. És ezt így, így, így szeretném megköszönni mindenkinek. Köszönöm azoknak is, akik támogatják a csatornát. A semmiért. ez, ez valami Baromi jó fejek vagytok. És így akkor az egészségetekre. Na meg az ennyi is. Mindenkinek az egészségre. Így mindannyiunkére inkább úgy mondom. Cheers! Egészség. Kampai! Nem tudom hol a szó, hogy van. Majd leírjátok a kommentekbe. Fú egy ilyen full pofányival mosolycsal az ember arcára. Ez valami fantasztikus. Ez, hát ez, ez, ez. 5000 üvegenként. Számoljátok ki, mennyibe kerül egy hónapra, hogyha minden nap felbont az ember egy üveggel. Nem lesz olcsó mulatság. De egyébként, és azt, azt még hozzáteszem, még mielőtt befejezem ezt a videót, hogy nem feltétlenül szükséges elmenni az 5000-ig, de nagyon tudom ajánlani. Tehát, hogyha egy egy, egy szimpla, mindennapi ivászatról van szó, akkor Ja, főleg attól is függ, hogy mennyit hiszik az ember, hogyha tényleg megiszik egy üveggel, akkor anyagilag ugye elég nehéz bírni, napi 5000 azért az húzós bárkinek. de nem, nem, bárkinek, de úgy az átlag emberkének eléggé megviseli a pénztárcáját. Vannak sokkal olcsóbbak, és még mindig oké okay minőségűek, tehát itt valamit ugye áldozni kell, természetesen. De ja, lecsúszik az ember egy ilyen, ugyanez a, az üveg mérete, és ezek nagyjából azt hiszem, hogy 7 decisek. Nem találom rajta, esküszöm. De azt hiszem, hogy 7, 7 vagy 7,5 decisek, és egy úgymond normális, tehát nem az a kannásbor jellegű, hanem úgy csak úgy szimplán, már úgy nagyjából olyan 1000-1500-2000-én, inkább azt mondom, hogy olyan 2000 ilyen körül, uh, igen. Tehát azt úgy, úgy nyugodtan be lehet vállalni, nagyon jó minőségűek. Tehát ez már úgy a jó, jó minőségnek számít, ez meg a csúcs szuperjónak, tehát hogyha vágjátok miről van szó. És vannak ilyen, tehát ténylegesen vannak ilyen, 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 olyan, mint a teljes dobozba, ilyen, e, ilyen teljes dobozos szakék, meg minden. Oké, okay, az is oké okay, biztos valakinek, persze, miért ne, de tehát nehogy már olyat vegyetek, hogyha valaki ide kijön, vagy nehogy már ezekbe a kombinikbe vegyetek, és azt higgyétek, hogy ez a szaké, tehát ez, ez, ez nekem nagyon furcsa, amikor ide jön valaki, Beugrik el egy ilyen, ilyen nagyon szar sushihoz, ilyen százjeneshez, és akkor azt hiszi, hogy ez a sushi. Tehát, oké, okay, hogy elmenni oda is. Nem azt mondom, hogy nem. Tehát, miért ne? Oké, okay. csak az ember tudja azt, hogy mi az a sushi. Mi az valójában a sushi? Vágjátok, hogy miről van szó. Amikor amikor nem ettél, nem ettél igazán finom őszibarackot, csak a szart, a szart, műanyagéző szart, szutykot ragozza. És, és, akkor csak azt tudod, hogy az az, az, az őszi barack. És ez nem egészséges. Tehát egyél egy, egy, olyan őszi barackot, hogy tup, szét. Oké. Okay. Valami nagyon-nagyon furcsa dolog történt. Beszélni alig bírok egyébként már. Nem hogy mi történt. Kikapcsoltam a videót, visszanéztem, és közben is iszogattam még egy picit. Aztán észrevettem azt, hogy én is és, és, és nem is csináltam ezt. Várjatok. Tehát a videó ott ért véget, ahol, ahol, ahol itt most megszakadt éppen, amikor a barackról beszéltem. És ahol kikapcsoltam a videót, az meg egy ilyen négy másodperces rész. Tehát, mint hogyha egyszer megállítottam volna, és még egyszer, nem tudom, hogy a, a, gép hibája, de nem, nem igazán hinném, valami idő, valami kiesett, valami, valami történt. Fogkalmam nincs, hogy mi. Közben én itt végig látom a monitort, és végig vesz fel a monitor, úgyhogy... Lehet, hogy azért, mert a tegnapi videóban az időzat, időutazásról beszéltük, van nincs, hogy mi történt, de valami történt. Na mindegy. Nem is emlékszem rá, hogy azóta, hogy utána mit mondtam a barackos verzió után, de a lényeg, amit, amit, amit ki akartam fejezni, ugyebár, hogy hogy tud mindenről, és ez nem csak, a, nem csak igazándiból a barack, vagy a szaké, vagy a susiról van szó, hanem tud mindenről, hogy mi az az igazi az a valós, ami jó, az a valós, az az igazi, az a, az a, az, a, az összehasonlítást, hogy igen, ez olyan, 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 olyanos, de ja. Tehát, hogyha ettél valaha életedben egy olyan barackot, ami pám bepacsol az arcodba, és nagyon édes, és az a barackkéz, az tudod, hogy milyen, az nem fog kimosódni az emlékedből. Tehát, hogyha utána eszel egy barackot, ami belefér, még egyszer mondom, hogy miért ne. Oké, okay, ez szar, de tudod, hogy ez szar, nem pedig azt hiszed, hogy ez a barack. Tehát, hogyha vágjátok, mi a kettő közti különbség. Ez van, hogyha valaki először megkóstol egy kannás bort például, és életében először az volt neki a bor, és utána csak kannás bort iszik, nincs összehasonlítási alapja, hogy ez nem bor. És hát oké, az is bor, rá lehet mondani, hogy az is bor, csak nincs rólam összehasonlítási alapja, hogy ez egy szarbor, hanem az, az lesz neki a bor. Ha valaki hiszik egy minőségi bort, és van, amikor, ja, nincs rá keret, vagy ilyesmi, miért ne? Tehát én soha nem volt gondom azzal, hittem <kül> én is kannás bort, miért ne? Tehát ezzel nincs gond de van egy összehasonlítási alapom, hogy csúj de szar, sanya, vagy valami ilyesmi, hogyha értitek, miről van szó. És ha elmegyek valahova kirándulni, tehát nekem itt lenne a hangsúly, Ferdén van a kamera, mindegy, ez se érdekel már. Elmegyek valahova kirándulni, például tök mindegy, ide Japánba, hogyha jönnék kirándulni. És beválnám a legszarabb minőségű nyihonsült például. Nem tudom, szarul érezném magam. Tehát én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy igen, itt, viszont már tényleg az van, hogy pénz beszél kutyaugat. Sajnos ez van, ez van a világban, de a minőséget meg kell fizetni. És ha valaki félretesz magának annyit, hogy el tud ide jönni, akkor tegyen annyit félre, hogy legalább a, a, a japán dolgokat, a, 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 én azt mondom, hogy a sushi ramen, hoppá, olyan erresnek hangzott ez a ramen. A rament és a <coughs> szakét, hogyha vesz, akkor vegyen minőségit, egyen minőségit. Menjél be egy olyan rámeneshez, ahol. Ahol nem, nem, tehát ne neve, ezt a kapráment, mert az nem igazán, tehát nem ez a rámen. Eszünk mi is, néha, persze, miért ne? Még egyszer mondhatom, miért ne? Mert, ja, azért árulják, hogy az ember néha megeszi, de ne egy turista tegye már, meg, az nekem olyan, nem nagyon, nagyon visszataszító tud lenni, amikor látok turistákat, és, mert vannak ilyenek is. A backpackerek, és oké, okay, vágom, összedobták a pénzt, épp hogy alig, és a legolcsóbb járattal eljutottak idáig, és sátorban laknak, és gazt esznek, meg semmire nem akarnak költeni, meg ilyenek, vágom, vágom, utána hazamennek, és ez lesz az élményük. És megkérdezik tőlük, hogy milyen volt Japán, szuper jó. Mi, azt se tudod, hogy mi az a Japán? Tehát, ha nem ettél egy normális ramen, nem ettél egy normális sushit, nem ettél egy normális nyihonsüt, foggalmad nincs, hogy mi az a japán. Attól, hogy még láttad a, a Fuji hegyet, az nem japán. Japán az itt kezdődik. Ezt egy. mint egy kőkemény alkoholista mondaná. Ha megiszol egy normális szakét, akkor tudod, hogy mi az, hogy japán. Na nem, ez a tradíció. Ez van. Aztán mondom, hogy vegyél egy eredeti katonát, és kezdj el vele hadonászni, mert az is tradíció. De igen, de hát ez, ez, ezek a dolgok az, ami, ami tradíció. Ezt teszi Japánt Japánnál, meg a japán emberek és a japán ételek azok is a japán emberek készítik, mint ezt is a japán emberek készítik. Tehát a japán emberek és a japán embereknek a, a kézművesség, ahogy úgy mondjam. Ez egy kézműves dolog. Nagyon sokan úgy tekintenek egyébként a szakére és a nyihonsűre, mint, ja, főleg akik nem isznak alkoholt, hogy ne, az alkohol gép. Mm -mm. Ez annál sokkal érzékenyebb pontja a dolgoknak, el kell, hogy mondjam. Tehát ez egy kézműves ág, egy egy, egy mesterfok, egy szuper mester zumo, amit nagyon sokáig tanultak, és nagyon-nagyon nagy előkészületekkel, odafigyeléssel készítik ezeket az italokat. Tehát e, igen, ugyanúgy, mint a susit. Nem fog susit vagdosni két hónap után, egy e, gyors tanfolyam után, vagy megteheted, csak hát... E, ne, nem, ne, ne mondd hogy te, te, te szusis csávez vagy, mert nem, nem, vagy az. Én se vagyok az. Tehát értitek, miről van szó. Itt, itt, akik szusikat vagdosnak a sushi üzletben, tíz évig tanulnak a mester mellett, mire végre megfoghatja a kést, a csávez. Addig söpröget. Nem, azért annyira nem durva, de ténylegesen tíz évig tanulnak az emberek, mielőtt azt mondhatja, hogy igen, hogy kimeri jelenteni, hogy én szusis figura vagyok. Ez így megy. Itt Japánban minden így megy. Minden nagyon-nagyon hosszú ideig tanulnak, a legapróbb uh, fortéjokig. És ez, hogy van-e egyáltalán valakinek olyan annyi kitartása, hogy tényleg azt szeretne lenni, vagy nem. Tehát, hogyha valaki 4-5 év után feladja, akkor uh, valójában nem is szeretett volna szusis lenni, valószínűleg vagy elmegy dolgozni egy nyihonsű erjesztő üzembe, és ja, ott volt két hónapot, utána majd ő eldönti, hogy nyit egy saját üzletet, hát gratulálni tudok hozzá, azt tuti. De minden így van, minden a kitartás, a, 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 annak a fejlesztése, a képzése, saját magadnak a képzése, és, és akkor lehet valamire vinni. Ugyanez a helyzet a paradicsomunkkal, tehát nem tegnap találta ki az apósom, hogy hogy lesz olyan az íze, mint amilyen éppen most. Béza-béza. Sok képnek a munkája, skatszerek. De ténylegesen így van. Tehát e, ő is több éven keresztül játszott az ízekkel. Na most ez már, ezek már egy olyan dolgok, amiben ténylegesen nem fogok belemenni, hogy hogyan lehet a, a zöldségnek az ízével játszani. Sokan azt hiszik, hogy nem lehet egyébként. Elmondom, hogy lehet. Ugyanúgy lehet a zöldségeknek az ízével játszani. Tudom azt, hogy mitől lesz édesebb, mitől fog savany, fany, sa, ö, kicsit savanyúbb ízt kapni. Annak az hangsúlya, a, 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 a balansz, hogy hol, 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 hol lesz a balansz, hogy édesebb legyen, és egy kis savanyúság, vagy savanyúbb legyen is. A, a paradicsomnak a héja, hogy vastagabb legyen, vagy vékonyabb legyen. Ezzel mind lehet játszani. De ez, ezek már nem olyan dolgok, amiket kiköpködök a videóban, mert ezt már igazán, nem is azt mondom, hogy senki nem érdemli meg, itt már nem erről van szó, hanem ezt már teljesen fölöslegesen tenném meg, mert ez, ha valaki ténylegesen szereti és lélekkel, nevelgeti a zöldségeket, nem az, hogy te idén, meg múlt héten, vagy mit tudom én, felnevelt két szár paradicsomot, hanem több éven keresztül, több tíz éven keresztül, ha, ha csinálja és csinálja, akkor úgy is rá fog jönni magától. Tehát ne is írjátok le a kommentbe, hogy Zsíros, ír le, hogy mitől lesz vékonyabb a paradicsomnak a héja ezeket Ezek már olyan apró dolgok, amiket az ember a, a gyakorlatban szerezhet meg, és szerezzen is meg. Tehát ez én is ez ezzel totálisan így vagyok. Az alap dolgokat a zöldségtermesztésnél is már elmondtam nagyjából, aki követi az úgy is. És örülök neki egyébként ott is, hogy megint elnyújtom a videót egy másik irányba, de tök mindegy. Ott is kapok visszajelzéseket, hogy ami amióta a videóim szerint készítitek a zöldségeket, azóta ténylegesen finomabb a paradicsom, stb. És ennek baromira örülök egyébként. De igen, az ilyen, az ilyen nagyon apró dolgokat viszont, azt már az embernek az örömét is elvenném, ha, ha azokat elmondanám, vagy beavatnálak titeket. Mert akkor már egy ilyen kicsit unalmassá válik, kicsit... Ja, tehát ott ott, 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 kell, hogy legyen egy öröm, egy sikerérzet, és egy örömérzet, hogy eh, amit magadtól jöttél rá, az nagyon-nagyon fontos. Tehát minden információt megkapni, az szerintem nem igazán biztos, hogy egy jó dolog. Tehát kell, hogy valami az alapinformációkat megkapni, arra biztos, hogy szükség van, minden, bárminél, egy késkészítéstől kezdve bárminél, Viszont vannak olyan apró kis dolgok, amik a kés én még persze, hogy nem jöttem rá, mivel nem készítettem annyi kést. De gondolom, hogy a, tízezeredik tízezredik késem után elmondhatnám azt, hogy vannak olyan apró dolgok, amik sikerélményt és örömet okoztak út közben, hogy magamtól jöttem rá a készítés során. Ha azokat az apró dolgokat is az ember elmondaná, meg a ah, lenne akkor mi van az, ami magamtól jött ö, olyan, olyan ö, tudás, vagy olyan észrevétel egyáltalán, ami, ami sikerélményt tudna okozni. Tehát így, így, igen. Tehát így a, a zöldségtermesztésnél is csak annyira megyek bele, amennyire szükséges. És nem véletlenül. És a ti érdeketekben persze. Na! jó! Tehát valami történt, én foggalmam nincs, hogy meg történt, egy egy kiesés. És ez nem a, a szakém miatt, hanem valami foggalmam nincs, hogy mi történt. Tehát úgy nézett ki a videó, mintha egyszer én megállítottam volna, aztán megint megállva beszéltem volna egy csomót, ami kiesett rész, és megint csak elindítottam volna, és utána az a legutolsó tétel az volt valami talán 5 másodperc. Ilyet nem fogok tenni. Valami történt. Pitt, tudod -e, hogy mi? Nem is érdekel. Egy e, időhurok. Valaki írt az időhurkot egyébként. Az is egy. Az is egy érdekes variáció volt. Valaki írt a kommentbe, hogy mi lenne, ha bekerülnék egy időhurokban, ami úgy néz neki, hogy minden egy. Vagyis hát minden napom ugyanaz a nap lenne. Tehát viszont másként. Tehát a döntéseim alapján másként tudnám igazándiból levezetni a napot, de az emberek reakciója, stb. az ugyanaz lenne. Tehát, hogyha hogyha nem döntenék másként, akkor totálisan ugyanúgy menne minden napom, tudnám előre, hogy ki mit fog mondani, ki fog köszönni, kutyasétást, az ásna, melyik kutya fog jönni, stb. Vágjátok. Az is egy érdekes variáció. Ez szerintem egy eléggé nagy szívóka lenne, hogy úgy mondjam. Tehát... és azt mondta, hogy, 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 hogyha például mit tudom én, eljutna egy kocsi, vagy bármi történne, akkor uh, ugye megint csak fölébrednék, és indulna előről ugyanaz a nap. Tehát ez egy, ez egy dolog, és azt mondta, hogy valószínű, hogy egy év után már baromira unalmas lenne. Hát valószínű, hogy igen. Mert ott már el tűnne minden igazándiból tehát hiába gyűjtenék biztos, hogy lennének benne jó dolgok is mert mert teljesen meghalhatatlan mert vagy akkor igazándiból, tehát azt hozzá tehetjük nyugodtan, mert ugyanúgy a következő nap is fel fogsz ébredni tudod, hogy teljesen mindegy, hogy kiugrasz a kocsi elé vagy nem de viszont hiába gyűjtöttél egy csomó pénzt vagy vettél tegnap egy motort például vágjátok Hiába vettél tegnap egy motort, az nem fog reggel ott állni a garázsban. Ha csak nem úgy indul a nap már alapjáraton, hogy oké, okay, most így pont, pont úgy, hogy mindened megvan a helikoptertől kezdve minden játékszered, akkor még lehet, hogy de az abba is beleunna szerintem az ember. Én is aláírom, hogy szerintem eléggé unalmas lenne. De meg úgy, hogy tudod változtatni a dolgokat, tehát hogy nem lenne minden nap totál ugyanaz. Ha nem tudnád változtatni, akkor tudod, hogy behánynék szerintem egy hét után, de még úgy, hogy tudod változtatni a dolgokat, akkor ja, ezen a napon ide mész, azon a napon meg oda ezen a napon ezt csinálsz, csak éppen pont ugyanúgy kezdődik a nap, lehet, hogy ugyanolyan lenne az idő, ha esik az eső, akkor nagy szívás lenne egész életembe például. Vagy hogy nagy hidegekben lenne ez az egy nap, vagy vágjátok, de... Vagy pont fordítva rohadt melegben, akkor az sem esne túl jól, de... Vágom én. időhurok. hurok. Ez is egy egy érdekes feltevés, amine azért ugye el lehet töprengeni, hogy mi lenne, ha... De mi lenne, ha, ha most én meginnám ezt az ucsi pofányi... Nyihon sütés, elmennék aludni. Na akkor mi lenne? És még mindig finom. <laughs> Na jó! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ne haragudjatok, hogy ilyen messzire nyúlt a dolog. És fogkalmam nincs, hogy mi történt engem. Most ez nem is az, hogy aggaszt, de... Valahogy... ja, le vagyok picit merevedve. Valaki majd úgy is leírja nekem, hogy pontosan mi történt, mert... Nem nyúltam a kamerához. A legdurvább gépemmel veszem fel Sony A7R 4 tehát az R4-essel, igen. nem. A 7-3-assal veszem fel. Milyen lencsét raktam rá a Szigmát. 7-3-assal veszem fel, ugyanaz a jó minőség, semmi gond a géppel. Látom, hogy vesz fel, most is látom, hogy vesz fel. Valami történt. De ja. Vannak egyébként érdekes dolgok, lehet, hogy majd készítek videót ezekről, mert vannak, történtek velem olyan dolgok régebben, ami, ami azért meglepő. Tehát e, belelátni a jövőbe, stb. nem egyszer megtörtént már velem. Nem olyan marha sokszor, de volt úgy, hogy beleláttam a jövőbe, és ez segített rajtam. Tehát, de most ez, ez, ezt a videóban most, majd ha szeretnétek, hogy készítsek róla egy videót, akkor írjátok le a kommentbe azt is. Mennyi dolgot kell leírnotok a kommentbe? H Hányszor kérlek meg titeket, hogy írjátok le ezt is a kommentbe, meg azt is a kommentben. Na mindegy. Itt vége a videónak, köszönöm, hogy megnéztétek. Egy lájkot, like hogyha elfelejtetek oda nyomni. Ez nagyon nem lesz jó. A like, az, 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 az legyen like. Ja, és aki még nem iratkozott fel esetleg, az most megteheti. Itt az alkalom. Ezt viszont nem szoktam mondani a videókban, úgyhogy néha ezt is el kell mondani. Iratkozzál már fel. Na. Iratkozzál már fel. És... Na, ennyi. Ténylegesen ennyi. Sziasztok.